korábbiakhoz képest is nagyon nagy siker volt idén a Havanna lakótelepi napok programja. Üdvözlöm a stúdióban Császárbíró Lilát, az eseményt rendező Kondor Béla közösségi ház és intézményei vezetőjét. A Havanna napokról fogunk beszélgetni. Az eseménynek már a felvezetése is jelezte, hogy komoly dologra készül ugye az intézmény. Többféle plakát készült, rengeteg szórólap, tehát tényleg nagy erőkkel. Miért kellett többféle plakátot készíteni? Igen, köszönöm szépen a meghívást. Mindig nagyon-nagyon örömmel számolok be az egyik legnagyobb rendezvényünkről, ugye a Havanna napokról. Hát valóban a szervezésnél már kiderült, hogyha az összes programot szerepeltetni akarjuk egy szórólapon, akkor ahhoz több oldalas kiadványt kellene készítenünk, ugyanis megpróbáltuk inkább azt, hogy tematizálva készítettünk szórólapokat, illetve plakátokat, mert valóban elkészült egy olyan szórólap, ami az égvilágon minden programot tartalmaz, de ez 4 oldalba sikeredett, és ekkora betűkkel. És így megcsináltuk azt, hogy a fő programokról, ugye az utolsó napról, a vasárnapi napról, a nagy koncertekről csináltunk egy külön nagy plakátot, hogy aki esetleg valóban így a fesztivál hangulata miatt szeretne kilátogatni a rendezvényre, akkor ő mire számíthat, illetve minden egyes napnak voltak olyan programjai, amire versenyfelhívásokat kellett készítenünk, és akkor azt mindig külön szórólapokon szerepeltettük, vagy például a Nemzetiségi Fesztiválnak csináltunk szintén egy külön szórólapot, vagy a kiállításunknak a megnyitóján, ahol polgármester úr is beszédet mondott. Tehát minden nap történt valami olyasmi, hogy tényleg ez valóban egy kiadványon nem tudott volna szerepelni. Tematikus napok váltották egymást itt a 8 nap alatt. Mi szólt amellett, hogy így szétbontsák, illetve témakörök szerint rendezzék a programokat? Inkább nem is talán a szétbontás miatt történt ez, hanem az, hogy próbáljuk egy kicsit egy irányba vinni a napokat, és hogy ne kelljen annyira kusza módon válogatni esetleg az érdeklődőknek. Ugyanis valóban erre már voltak törekvések a korábbi években is, de ezt igyekszünk minél jobban majd elmélyíteni a későbbiekben, hogy kifejezetten már nevet is fogunk adni az adott programoknak. Tehát például a keddi napon volt az oktatás napja, hétfőn az egyházak bemutatkozói napja, az egyházak napja, csütörtökön az egészség napja, szerdán mondjuk a bűnmegelőzés, mert ugye a katasztrófavédelmi tűzoltósági rendőrségi bemutatók is voltak, vagy a Nemzetiségi Fesztivál. Tehát mindig igyekeztünk arra figyelni, hogy úgy menjenek egymás mellett a programok, hogy aki mondjuk egy sportrendezvényt szeretne megnézni, vagy meglátogatni, vagy szerepelni rajta, akkor ő ne maradhasson le esetleg egy másik jellegű rendezvényről. Tehát akkor ez egy működő rendszer, és lehet rá számítani, hogy jövőre is hasonlóképpen szerveződik majd a program. Így igaz, sőt, kifejezetten, mint hogy a fesztiváloknál is, hogy lesz 0. nap, meg első nap, meg mínusz 1. nap, tehát kifejezetten lesznek már ezek a napok is, és így fogjuk majd beharangozni, és akkor így várjuk a többi intézménytől is a jelentkezést. A Kondor és intézményei egyedül szervezi ezt a gigaprogram sorozatot, vagy sikerül bevonni esetleg más civil szervezeteket, más társakat ebbe a munkába? Igen, talán azt gondolom, hogyha egyedül lennénk erre a feladatra, akkor biztos, hogy nem itt tartanánk. Mi inkább azt mondom, hogy a nevelőszülői vagyunk ennek a Havanna napoknak, és ez arról szól, és valóban itt nem is főként a pénzt kell hangsúlyozni, hanem azt, hogy amit sokan hiányolnak is egy kicsit a mai világban, ez az összefogás és közösségépítés, na ez az a szintér, ahol ez maximálisan megjelenik. Mi azt csináljuk, hogy minden évben április-május környékén elküldjük a felhívást az intézményeknek, hogy milyen programmal szeretnének becsatlakozni a Havanna napokba. A tavalyi évben észrevettünk már egy pici hanyatlást, illetve kicsit nyögvenyelősen ment már ez, hogy az intézmények későn reagáltak, vagy hogy jaj, most elfelejtettük, vagy hogy nem tudunk most programot biztosítani, és úgy kellett szinte összekapirgálni a rendezvényeket. Na most szinte megelőztek minket, tehát már a felhívás előtt küldték, hogy milyen programjaik lennének, milyen igényeik vannak hozzá, vagy például volt nagyon sok új szervezet, akik becsatlakoztak, és kérdeztek, hogy miben tudnak még segíteni, mert hogy annyira szeretnék, hogy ez valóban dinamikusan működjön. Tehát az idei aktivitás a résztvevő partnerek részéről, az valóban példaértékű volt, hála az égnek. Ezekkel a partnerekkel folyamatos lesz a kapcsolattartás? Tehát együtt dolgoznak egy éven keresztül a következő Havanna napokon? Annyira nem vagyunk nagy fesztivál, hogy mondjuk, mint hogy egy nyári nagyobb rendezvény egész évben ezt szervezi,
de ez talán azért is jó, mert így nem fogunk ráunni. Tehát ennek mindig van egy ilyen beindulási ideje. Nyilván az adott évben, főként a rendezvény után mindenki leszűri a konklúziót, hogy akkor jövőre mit, hogyan, másként, máshogy, bővebben, ez nem kell, ez fölösleges, ez kevés, kevesen érdeklődtek rá, stb. De akkor mindenképpen elindul a vezérhangja, úgymond a fejekben, de olyan április-május környékétől már mindenképpen számolnak rá. Azt mondja, hogy nem olyan nagy fesztivál önök, de igazából mégis, hiszen a főnapon olyan sztárokat sikerült ide csábítani, akikre nem is tudom, talán a szeptemberi kóstolón van példa ilyesmire. Hogy sikerül ezeket a nagy neveket ide csábítani? Igen, hát azért mondhatnánk, hogy tényleg ez 8 napon keresztül tart, de a csúcspontja az a vasárnapi nap. Nagyon büszkék vagyunk arra, hogy tényleg minden évben igyekszünk egyrészt lépést tartani az igényekkel, felmérni azt, hogy itt mi az, ami valóban megtölti a teret a Havanna lakótelep környékét, és főként arra megyünk rá, hogy azért mégis igényesebb előadókat hívjunk. Tehát ez nagyon fontos, ez hát mi is lehetne egy művelődési háznak a feladata, mint ez a missziója. És idén is sikerült, mondjuk nagyon nehéz helyzetben vagyunk a Budapest miatt, mert nagyon sok mindenkit kötnek olyan szerződések, hogy vagy valamilyen tehetségkutatónak a nyertese, és akkor ő nem tud eljönni, hogyha tévéforgatása van, vagy a stand-up comedyseknél rengeteg előfordult, hogy szinte tényleg kevés közül tudtunk válogatni, mert köti őket a kizárólagossági szerződés és stb. De mégis hál' az énnek, és ez a legszebb része. Tehát mi szervezők az utolsó napnál vagyunk a csúcspontunkon, tehát eleve is, amikor nekiállunk minden napot megszervezni, azt olyan lelkesedéssel csináljuk, és olyan csapatmunkában, ott a takarítónő is ott ül nálunk ezeken a megbeszéléseken, és ő is mondja, hogy ő szerinte ez jó ötlet, vagy nem jó ötlet, vagy hogy ezt szeretnénk, azt szeretnénk, és mindig rögtön így megérezzük, hogy na ez lesz a tuti, és ez az, amit tényleg igényes is, meg is tölti a teret, és biztos, hogy jó élménnyel szolgál mindenkinek. Kérdezik sokan, hogy miért éri meg ekkora nagy neveket idehozni a lakótelepre? Igen. Igen, jogos, és valóban vállalkozó szemléletű művelődési házak, vagy esetleg vállalkozók, akik rendezvényszervezéssel foglalkoznak, hogy miért éri meg ingyenes rendezvényt csinálni. Mert hogy esetleg utána megnő-e a közösségi háznak a látogatottsága, vagy hogy utána jobban jönnek-e egy színházi előadásunkra. Én azt tudom mondani, hogy nyilván valamennyire utána tükröződik, főként egy például a kiállításainknak, az biztos, hogy most fel fog majd emelkedni a látogatottsága, de ezeknek a feladata az, hogy úgy tudjunk nagyon nívós programokat biztosítani a lakótelepen élőknek, amiért vagy egyrészt be kellene utazniuk mondjuk a belvárosba, ott, ha csak a humorista műsort nézem, ott megvenni az elég drága belépőjegyet, de azt lefoglalni nincsen, stb. Tehát ez idő, ez pénz, ez utazás és bonyolódás kérdése, és mi meg tudjuk tenni azt, és valóban az utolsó napnak a programja azért, hogyha ránézünk és valaki szakavatott, az tudja, hogy nem egy-két fillérbe kerül, tehát az valóban egy nagyobb költségvetésű nap, de ezt viszont hál' az égnek sikerült az önkormányzatnak is nagyon jól felmérnie, hogy ebből nem bevételünk lesz a későbbiekben, hanem ez egy olyan misszió, egy olyan kötelességünk is, mert azért valójában a törvény is kötelez minket arra, hogy közösségi szintereket biztosítsunk, de hogy ez arról szól, hogy tényleg kirántani az embereket egy picit abból a megszokottságból, a szürkeségből, a mindennapiságból, meg a problémákból. Tehát az, hogy ha csak kinyitja az ablakát, és esetleg ott megy már a fenyőkoncert, az is egy nagy élmény, vagy hogy a tűzijátékot onnan nézik, de valójában az, hogy tényleg ez elérhető, és ők maguk is rászolgálnak, csak azzal, hogy dolgoznak és érik a mindennapjukat, hogy egy kicsit tudjanak kipihenni és szórakozni. Ugye a főnap mellett végül is még 7 napon keresztül zajlottak a programok, nagyon sok minden volt. Ön szerint ezek közül melyek, vagy mely volt az, amelyik a legnagyobb sikert aratta? Mindig nagy gondossággal választjuk ki, hogy ki lesz a Havanna napoknak a kiállítója. És idén én nekem is az egyik személyes kedvenc kiállításom Horváth Béla Fafaragónak a kiállítása. Ő a 18. kerületben lakik, egy végtelenül szerény ember, és sokan nem is gondolnák, hogy ő maga az alkotó, de
olyan alkotásokat hozott ide az egészen apró ékszerektől kezdve az étkező garnitúráig, amiken olyan fém és csontberakások találhatók, amiket Magyarországon például senki más nem tud, mert annyira egyediek, és bármilyen alkotásra, vagy bármilyen versenyre, hogyha beküld valamilyen alkotását, az biztos, hogy vagy az első díjat, vagy a fődíjat, vagy valamit megnyert. Tehát minden alkotása díjnyertes, de ők ezeket otthon a szekrénye tetején becsomagolva őrzi. Tehát hatalmas nagy értékek ezek, és abból látom, hogy ez nem csak az én ízlésemnek tetszik, hogy az egész Havana napok alatt, ha csak egy gyerkőc bejött átöltözni, vagy mondjuk megnézni a szereplőket, vagy hogy eső esetén, stb. Tényleg, ha csak átment a műfázon, megállt, és tátott szájjal nézte a kiállítást. De még a szereplők is, a Fenyő Miklósék is, Badár Sándorék is, a Kocsis Tibi is, meg a Mészáros János Elek, álltak és végignézték az előadás előtt a kiállítást, mert meg voltak rökönyödve, hogy fantasztikusan szép. És ezt éreztem az embereknél is. És valahogy ebben van egy olyan nagyszerű üzenet, és talán egy hosszú távra mutat elő, hogy a kiállítást, hogyha innentől meghallják, akár a lakótelepiek, vagy akár aki csak látogatóba jött ide a kerületbe, biztos, hogy nyitottabb lesz egy következő kiállításra. És ez úgy gondolom, hogy ez tényleg ami a mi feladatunk. Én kívánom, hogy jövőre is sikerüljön ilyen értékeket felkutatni, és ilyen sikert aratni vele. Köszönöm, hogy beszélgettünk. Nagyon szépen köszönöm én is.